Szép ellegel a kisasszony gulyája, a kisasszony maga sétál utána, már messziről mondja az Node gulyásnak, szívem gulyás, terítsd le a subádat. Nem terítem én le az én subámat, itt a csárda behajtják az gulyámat. Már te avval, szívem gulyás, no de ne gondolj, majd kiváltja az édesapám, ha mondom. Lányom, lányom, lányomnak sem mondalak, mint hogy téged a gulyásnak adjalak. Nem bánom, hát édesapám, tagadj meg, de a szívem a gulyásét hasad meg. Szeretettel köszöntök mindenkit ezzel a gyönyörű szennai népdallal. Lajta László vette fel 1934-ben itt a Zselitség szigében ezt a lassú, inkább keserves, mint lassú csárdás dallamot. És ezzel a népdallal, Szennával és a Zselitséggel szeretném önöket bevezetni a Magyar Tájak sorozatában, amelynek első részében Somogyországról lesz szó. A két térképen a valamikori Somogyország a honfoglalás korában koppányvezér uralkodási területét láthatjuk. A Balatontól délre egész a Dráva folyóig terjedt fennhatósága. A feudális korban Somogy vármegyeként szerepelt ez a régió. Ma szinte ugyanaz a közigazgatási területe, ahogy ez a jobboldali kiemelésen látszik. Nem az erdő van Somogyban, hanem Somogy az erdőben. Ezt tartják a régiek a somogyságról. Végeláthatatlan gyertyános tölgyes erdők, a koppány és kapos folyók völgyei. Ropolypuszta települése a megmaradt, illetve az erdőgazdálkodás révén újraélesztett összefüggő erdőségben van, vagyis csak volt. Ez az erdőség Somogynak egy kis tája, a Zselitség. Zselic kapujában fekszik Szenna, ahonnan a népdalt idéztem filmünk elején. Az én házam felett még az ég is az enyém, mondta nem kis humorral egy gyimesi csángó ember, amikor házatáját mutogatta nekem nagy büszkén. Ez a mottója a következő látványosságnak, ugyanis épült a közelmúltban egy különleges látogatóközpont is ebben az erdőségben, a Zselici Csillagpark. Csillagászok által vezetett éjszakai égbolt nézegető túrákon lehet részt venni. Napközben ismeretterjesztő filmeken és a csillagvizsgáló távcsövén keresztül tanulhatunk tájékozódni a somogyi égbolton. Gyönyörű lehetett a somogyság, amikor a Balatontól le a Dráva folyóig, amíg élő, nagyberek mocsarain és a Dráva mente erdőségein át szinte egyáltalán nem, vagy csak alig járható utak léteztek. Uraságaik erdeikben makkoltatták kanászaikkal a disznócsordákat, a berek mocsár világában pedig csak a pákászok igazodtak el. Ezt a csodálatos világot meséli a somogyi születésű Fekete István is regényeiben. Némelyikből már török nyelvű fordítás is készült. A képen az író, balján Vuk az erdőkőse, jobbról pedig Matula bácsi a mocsarak királya. Itt látható két török fordítás Fekete István két művéből. Tárik Demirkán Vuk történetét, Erdás Salikoló pedig a Koppányaga testamentumát fordította török nyelvre. Ezen a képen a leghíresebb alföldi magyar betyár, Rózsa Sándor látható. Magyarország monarchia korabeli hétköznapjaiban egy különös rettegett társaság működött, a betyároké. Betyárszavunk valójában török, és pontosan fedi ezeknek a törvényen kívüli embereknek a státuszát, nőtlen férfiak voltak mind. Életformájuk és tetteik miatt más pejoratív értelmet nyert ez a szó. Bátor népi hős, aki valójában rabol és fosztogat.
Postakocsikat, gazdagok kúriáit takarították ki, ahogy ők emlegették, illetve nyájakat raboltak meg és terelték orgazdák segítségével országhatáron át. A betyárok, vagy másként szegény legények, mind pásztorcsaládban nőttek fel. Ismerték a pusztát, az erdőt, az állatokat és pásztoraikat, vagyis tudták, hogyan is hol lehet meglopni egy nyájat. A szabadságharc ideje alatt persze katonaszökevényekkel is feldúsult csapatuk. Leghíresebb betyár volt Somogyban, Patkó Pista született Tóth István. Testvérével együtt raboltak, fosztogattak. Kép ugyan nincs róluk, de sok betyárballada, monda és egy legendás fa őrzi emléküket. Úgy tartják, így sebezték halálra őket a pandúrok 1862-ben. Az utókor kopjafát is állított mementóként a 200 éves fa alá. Másik ilyen bandával rabló hős volt Juhász András. Baloldalon maga a betyár, babájával, jobbra pedig az egész díszes kompánia látható, faragott, díszített tükrös borotvatokon. Népdalok, baladák és legendák hosszú sora mesél tetteikről, erejükről, és hogy még a puskagolyó sem fogta őket, egészen az iparosodásig. A vasúthálózat kiépítése, a folyók, árterek lecsapolása megszüntette az ellenőrizhetetlen mocsarak erdők világát, ahol barátaink rejtőzködhettek az 1900-as évekig. Szereplő férfiakon jellegzetes bőgatyás viselet látható, mind a mellényes, mind a kabátos változatban, és persze kanászbalta a kezükben. Ezzel viaskodtak, táncoltak. Ez a virtuskodó tánc vélhetőleg a betyárokról és ügyesebb, híresebb kanászokról maradt ránk. Ma ugrósnak hívjuk. De íme egy-két fotó egy jellegzetes női viselet darabról, a konyhról. A női viselet szoknyában, blúzban, kötényben, mellényben, illetve alsó szoknyáiban viszonylag egységes képet mutat országszerte. Helyi változatokat csak a díszítés és az anyagváltozás képezhet. Ezeken a képeken somogyi, zselitségi fiatalasszonyok úgynevezett szigetvári konyhban vannak. Tipikus a helyi fejviselet ez, melyet a baloldali színes képen látható Zóka Éva igazi törzsökös zseliciként elkészíteni is tud. A néprajzi múzeumok nagyban segítik a hagyományőrzést tárgyi vonatkozásban. Szennában olyan szabadtéri néprajzi múzeum épült, amely 1982-ben Európa Nostra díjat kapott. Ezen a fotón madártávlatból látszanak a 19. századi épületek, melyek Somogy megye 5 településéről származnak. A következő dia egy ilyen 19. századi épületet mutat kívülről, és egy szobabelsőt annak eredeti bútoraival. Igen, sok a látnivaló ezen a vidéken is, de kedvcsinálónak talán így is sikerült közelebb hozni Somogy hangulatát. Megköszönöm a figyelmet, és fogadják szeretettel az egyik legegyszerűbb és leglaktatóbb jellegzetesen somogyi ételreceptjét, a krumpli gánicáét. Filmajánlónkban vegyesen találnak játékfilmet és néprajzi ismertetőket ugyanebben a témában. Várom Önöket Palócföldön is a következő epizódban.